meg kerületünk múltjából, jelenéből, az itt élő, ide kötődő művészek által, köszöntve a Városháza 112. évét és a Csili Művelődési Központ 100. születésnapját. Amikor leteszünk egy koszorút, meg egy szál virágot, az évszázadok óta a tisztelet kifejezése. De ennél talán több, vagy az kiegészítő, amikor itt pesterzsébetiek énekelnek, táncolnak, kiállításra anyagot gyűjtenek. Azt hiszem, hogy valóban élő ünnep a reformkori nap pesterzsébeten. Javult a vagyongazdálkodás szabályozottsága, az elemi költségvetés és költségvetési beszámolók honlapon való közzétételével az önkormányzat növelte a gazdálkodás átláthatóságát. '56-ban is fontos szerepet játszott, hiszen a Nemzeti Tanács, Nemzeti Bizottságnak a székhelye is lett, és a pincében működött a Róka Rádió, amely egy ilyen illegális rádió volt, és adta, vitte a híreket, hiszen itt Délpesten, Erzsébeten rendkívül fontos harci cselekmények zajlottak a soroksári úton, illetve hát annak a környékén, a tökölről érkező szovjet csapatokat próbálták ott megállítani. Thank you.